Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a videó megjelenik február 15-én. Ezen a napon az indiai asztrológia szerint a hold a Bharani holdházban van. Ez jelenti a születést. Persze jelentheti azt is, hogy egy kisbaba születik, vagy utalhat anyai érzelmekre is, de ez a holdház inkább arról mesél, hogy itt lesz egy újjászületés. Tehát, ha valamit tervezel, és szeretnéd ezt kialakítani, lesz egy új kezdet, akkor február 15-e egy alkalmas nap arra, hogy indíts ezzel. Merkur bolygó az jelenti a tudást, a tanulást, a kapcsolatokat, a mozgást, a cselekvéseket, vagy a kommunikációt. Merkur bolygó nagyon jó kapcsolatban van jelenleg mindkét kármikus holdcsomóval. Kétu az jelenti a múltat. Mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben, kihat az érzelmekre is. Merkur bolygó és Kétu között van egy nagyon jó kapcsolat, szép emlékek a múltból, vagy le tudunk zárni bizonyos dolgokat, ami a múltat illeti. Itt rendezzük ezeket az érzelmeket, ezeket az emlékeket. Merkur bolygó az Rahúval is egy jó kapcsolatban áll. Rahú az a felfele mozgó, kármikus holdcsomó, és jelenti a jövőt. Mivel a jövő nem mindig látható, nem tudjuk konkrétan, hogy mi következik, ez kivált bizonytalanságokat, de ez a kapcsolat most Merkur bolygó és Rahú között segít abban, hogy legyen itt egy megújulás. Ugyanúgy, mint a hold kihat a Bharani holdházból. Ott is változások vannak, megújulások, transformáció, egy újjászületés. Mivel Kétu a múltat jelenti, Rahu pedig a jövőt, lehet, hogy most az a feladat, és ezt tanítja velünk Merkur bolygó, hiszen jelenti a tudást, a tanulást, és hogy a jelent éljük, az mindig hasznos. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata. Itt látható ez a könyv. Ez jelentheti az ő tudását, jelenthet tovább tanulást. Arra is utalhat ez a kártya, hogy egy könyvet írt, és szeretné ezt kiadni, ezt a könyvet. Ez a virág jelenti a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket. A könyv utalhat vagy az ő zárkózottságára is, vagy a te zárkózottságodra, és itt a napokban tisztázódnak bizonyos dolgok. A Le Nomard kártyánál ez a virág szimbolizálja a szexuális témákat is. Lehet, hogy ő kicsit zárkózott, ami ezt illeti, vagy úgy gondolja, te nem akarsz ezekről a témákról beszélni. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, és a medve utalhat a főnökre,
vagy utalhat egy alkalmazottra, vagy utalhat egy bíróra is, de jelenti az ő erejét, hogy ebben a helyzetben neki most be kell bizonyítani magát. Mivel itt érzelmekről van szó, a torony jelentheti a szűkös helyzetet, a félelmeket, amikor úgy gondolja, hogy úgy érzi, hogy benne van ebben a toronyban, benne van ebben a labirintusban, és keres egy kiútat, keres egy megoldást, és ehhez kell most neki ez az erő, hogy bebizonyítsa magát, kilépjen ebből a szűkös helyzetből. Mit fog tenni? Ő beszélni akar veled, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt, de a könnyűséget és a vidámságot, és te segítesz neki abban, hogy kilépjen ebből a helyzetből, hogy vidám legyen, hogy legyen meg újra a jó kapcsolat köztetek, és ez szerencsét hoz, itt látható a 4 levelű lóhere, tehát örül annak, ha találkoztok, ha tudtok beszélni egymással. Mi fűz össze benneteket? Itt látható ez a magyar kártya, amit a férjem készített. Megnézzük, hogy mire utal a rovás írás. A modern betű az a V betű. Most elgondolkodhatsz azon, mit jelent számodra ez a betű. Ez lehet valakinek a neve, mint például Varga, vagy Viktória, vagy Viktor. De lehet egy fogalom is, például Vári rám. Vagy lehet egy helység is, és most nem jut eszembe semmi helység ezzel a betűvel, de ha neked eszedbe jut valami, akkor leírhatod a kommentárba, melyik város vagy falu neve kezdődik ezzel a V betűvel. Középen van a régi írásmód, aminek van szimbolikus jelentése is. Nekem M betű jelenik meg itt ezen a képen, de tulajdonképpen a régi írás szerint ez V betűt jelentett. Ha megnézem ezt a képet, akkor úgy tűnik számomra, hogy egy és egy, így fordítva, tehát az kettő, itt lehet egy kapcsolat, itt lehet egy szerződés, vagy, ami nálam még úgy megjelenik, hogy kéz a kézben mentek tovább. A germánoknál vannak az úgy nevezett rúnák, azok is betűk a régi időből, és itt van hasonlóság, illetve ugyanaz, mint a rovás írásnál, ez a rúna, és ez a rúna jelenti a halált és az újjászületést. Valami megváltozik, valami kialakul, bizonyos dolgok elmúlnak, és lesz egy új irány, egy új kezdet, ez olyan, mint egy újjászületés. Ugyanúgy, mint ahogy a hold a Bráháni holtházban szintén erre az újjászületésre utal. Én örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy leírnád azt, hogy mit jelent számodra a V betű, vagy mi jut eszedbe erről a szimbólumról. Annak is örülnék, ha jelentkeznél a csatornámra, vagy ha tetszett a videó, ha lájkolnád, vagy az is lehetséges, hogy meg tudsz látogatni a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maya kalendáriumról. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!